Egy nagyon kedves barátomról, Novák András úrról szeretnék most beszélni nektek, aki az Édesvíz kiadónak az alapítója, és egy nagyon bölcs ember. Én nagyon sokat tanultam tőle az elmúlt években, és örömmel osztatom meg veletek azt a hírt, hogy hamarosan egy mély interjút készítek vele a Szemléletfejlesztő Könyv Expón, amit bár rögzítünk, de nincs olyan szándékunk, hogy a későbbiben elérhetővé tegyük, úgyhogy azok fogják tudni biztosan meghallgatni ezt a beszélgetést és élvezni ezeket a magvas mély gondolatokat az András jóvoltából, akik részt vesznek november 24-én ezen a rendezvényen. Nem csak Andrással fogok ilyen mély interjút készíteni, hanem több olyan nagyszerű ember lesz még ott, vállalkozók, illetve írók, akikkel beszélgetni fogok a színpadon, és egyébként ez a nap lesz az, amikor nekem is megjelenik egy új könyvem, ez pedig nem más, mint a Szokásaink fogságában. Ennek az egyik társszerzője vagyok, ezt hárman írtuk ezt a könyvet, Farkas János és Moharai Róbert barátommal. Ezen a napon fog debütálni. Azok, akik ott lesztek, nektek egy ilyen pecséttel ellátott kiadványatok lesz, ami ugye a limitált kiadás, az később már nem lesz elérhető csak azon a napon. Úgyhogy nagyon nagy sok szeretettel várlak titeket a Szemléletfejlesztő Könyv Expón november 24-én. Ígérem, hogy egy nagyon izgalmas és rengeteg magvas gondolattal teli napot fogunk együtt eltölteni. Várlak az Expón!